Sziasztok! A mai az egy kérdezz-felelek, vagy kérdések és válaszok, vagy kérdezz Szandrát videó lesz. Nagyon régen volt már ilyen, úgyhogy kiírtam Instagramra és Facebookra, hogy kérdezhettek tőlem, és nagyon sok kérdés érkezett, amit nagyon szépen köszönök nektek, viszont nem fogok tudni mindegyikre válaszolni. Egyrészt vannak olyan kérdések, amikre már többször válaszoltam kérdezz-felelek videóban, úgyhogy a legutóbbit azt be is teszem ide földre, illetve a videó alatti leírásba is. Illetve nagyon sokan kérdeztetek az anyassággal kapcsolatban, illetve hogy szeretnénk-e testvért, meg a lombikkal kapcsolatban, illetve arról a betegségről, ami miatt ugye lombikoznunk kellett. Erről az egész témakörről majd csinálnék egy külön videót, mert hogy ez szerintem kitesz egy egész videót. Ez egy eléggé személyes dolog, de én azt gondolom, hogy mivel sokan vannak hasonló helyzetben, így nekik talán segítség lehet, hogyha látják azt, hogy van olyan, akinek sikerült, és hasonló dolgokon ment keresztül. Szóval egy ilyen videót mindenféleképpen fogok majd csinálni. De most akkor térjünk rá a kérdéseitekre. Nézem is akkor az Instagramon. Ezt Nikolett kérdezte, hogy szerinted melyek azok az élelmiszerek, alapanyagok, ami egy diéta életmódváltás során elengedhetetlenek. Én inkább azt mondanám, hogy mi az, amit érdemes elhagyni, ez pedig a finomított cukor, illetve a finomított liszt, meg ezek a mindenféle finomított dolgok. Szerintem, hogyha ezt valaki már elhagyja, illetve mellé mozog is, akkor jó eredményeket tud elérni. A Nursen Beauty vagy Nursen Beauty kérdezi, hogyha egy másik országba születtél volna, szerinted mivel foglalkoznál? Nem gondolom azt, hogyha másik országba születtem volna, az feltétlenül befolyásolta volna azt, hogy mivel foglalkoznék, úgyhogy megmondom őszintén, hogy nem tudom, lehet, hogy tök ugyanezzel, mint most. Titanilla 137 kérdezi, hogy melyik hajhabot ajánlod. Hogyha ilyen hajformázó habra gondolsz, akkor hát én nem nagyon használok ilyesmit. Az Ószinak próbáltam egy ilyen hajformázó habját még régebben, és azt nagyon szerettem, de most nemrég kipróbáltam egy ilyen hajhab pakolást a Pantenttől, ami egy ilyen mélyhidratáló hajhab, és azt nagyon-nagyon szerettem, de ez nem hajformázó hab. Zétész Szophie kérdezi, hogy ha egy dologban tulajdonság, máról holnapra rengeteget fejlődhetnél, mi lenne az? Hát ez egyértelműen a türelem. Nagyon sokat fejlődtem egyébként már így is, Lilinek köszönhetően, de azt gondolom, hogy még mindig van hova fejlődnöm. Egyébként írtam is erről a blogon, hát igen, egyértelműen a türelem az, amiben szeretnék még fejlődni. Juhász Sára kérdezi, hogy mi a véleményed a sminktetoválásokról, zárójel szemszemöldök száj. Szerintem ezeket meg lehet szépen is csinálni, főleg most már így szemöldök tetoválásokból lehet látni nagyon szépeket, amik tényleg nagyon természetesek, és nem csak egy ilyen csík van idehúzva. Az ajakkontúr, tetoválás, az még nálam kicsit még mindig ilyen határeset, mert hogyha egy adott színnel ugye meg van húzva az ajakkontúrod, és mondjuk elfelejtesz feltenni egy rúst, már pedig nem hiszem, hogy van olyan ember, aki minden nap hord rúst, akkor ugye az ajakkontúr az látszódik, és az mondjuk elég hülyén néz ki, vagy hogyha más színű rúzsal fested ki magad, mint amilyen az ajakkontúr színe, szóval azt nem biztos, hogy megcsináltatnám, de mondjuk egy szemöldök tetoválást azt szerintem meg lehet szépen is csinálni, illetve sokaknál láttam, hogy szemsminket tetováltatnak. Nekem ezzel sincsen bajom, hogyha valaki mindig ugyanúgy festi magát, vagy van egy ilyen bevált séma, ami alapján elsminkeli magát. Én nem tudnám elképzelni, hogy valamit így a szemre tetováltassak, és akkor mindig az van rajtam, de nekem ez alapvetően nincs bajom, hogyha szépen meg van csinálva, és természetes, és nem ordít 2 kilométerről, hogy ez egy ilyen mű megcsinált valami. Cici.kocsi is kérdezi, hogy milyen gondolataid voltak az esküvőd előtti este, Tiszipont is kérdezte, hogy milyen gondolataid voltak az esküvőd előtti este, tudtál aludni. Hát nekem nem voltak ilyen klasszikus, mint ami a filmekben szokott lenni, hogy elbizonytalanodtam, meg ilyesmi, teljesen biztos voltam a dolgomban. Arra emlékszem, hogy akik hozták az étterembe a székhúzatot, illetve az asztalszoknyákat, azok késésben voltak, mert az előző rendezvényen, nem tudom, csúszás volt, és vártuk őket az étteremben az esküvő előtti este, és nagyon-nagyon sokat késtek, és akkor végre megjöttek, akkor elkezdték ugye felrakni őket, és valamikor éjjel 1-kor értünk haza, tehát nagyon későn volt, úgyhogy eléggé fáradt voltam, szóval tudtam aludni, illetve még azon aggódtam, hogy jó idő legyen, mert hogy az esküvő előtti nap délután volt egy elég nagy zuhé, de aztán szerencsére nem volt semmi gond, tényleg nagyon szép időnk volt. Csicsergő kérdezi, hogy mit tennél, ha egy napra megállna az idő, és mindenki lefagyna, kivéve te. Fogalmam sincs. Szerintem bemennék valami titkos helyre, ami mindenkitől el van zárva, és megnézném, hogy ott mi van. Rebibaba99 kérdezi, ha csak egyetlen egy személlyel találkozhatnál a további életedben, azok közül, akiket most ismersz, akkor ki lenne az? Hát nagyon remélem, hogy soha nem fogok ilyen helyzetbe kerülni, mert nem nagyon tudnék dönteni. Klaudia Dina kérdezi, hogy ha egy napra életet cserélhetnél bárkivel, ki lenne az? Szerintem biztos, hogy egy férfival cserélnék egy napra, és lehet, hogy a férjem lenne az, mert kíváncsi lennék, hogy így a közös dolgainkat ő hogyan éli meg férfi szemszögből, ez nagyon-nagyon érdekelne engem. d.r.stg kérdezi, hogy szoktam nézni a videóid, amit bemutatod a hetet, felmerült bennem egy kérdés, hogyan osztod be az időt, hogy minden beleférjen, mikor takarítasz, mosol, vasalsz, főzöl, említetted, hogy Tesco online-on intézed a bevásárlást, foglalkozol Lilivel és emellett blogolsz, eljársz ide-oda. Hát nem egyszerű ezeket így mind összehozni, hogy mindenre jusson idő. Egy napunk, főleg most így nyáron úgy néz ki, hogy reggel ugye fel kell Lili, és általában még reggel, délelőtt kimegyek vele játszótérre, meg hogyha esetleg valamit kell venni, vagy elintézni, akkor oda is. És akkor hazaérünk olyan 11 körül, akkor el vagyunk még itt bent, aztán megebédel, és lefektetem legkésőbb olyan 1 óra körül, és akkor amíg ő alszik, addig tudok videózni. Hogyha végeztem a videózással, akkor hogyha még alszik, akkor általában el is kezdem megvágni a videót. Utána, hogyha fel kell, akkor szoktam még vele játszani, aztán olyan fél 5-5 óra környékén elkezdek főzni, mert a férjem az általában ilyen fél 6 környékén ér haza, és akkor olyan fél 6-6 óra körül megvacsorázunk együtt, utána még ki szoktunk menni, hiszen ugye ilyenkor nyáron nagyon meleg van, tehát napközben nem megyünk ki, hanem reggel, illetve kora este szoktunk kint lenni, szóval kimegyünk még este is, és akkor ilyen 8 óra körül szoktunk fürdetni Lilit, és hogyha lefeküdt, akkor utána tudok még igazából így foglalkozni blogos dolgokkal, vagy videót vágni, illetve ide-oda elmenni igazából akkor tudok, amikor a férjem itthon van, tehát amikor ugye hazaért munkából, vagy pedig nagy ritkán anyukám szokott jönni, hogyha ugye napközben kell, vagy szeretnék menni valahova, akkor ő szokott vigyázni Lilire. A házi munkák azokat igazából Lili mellett is meg tudom csinálni, ugye a mosás az nem nagy cucc, mert bepakolok a mosógépbe, és utána pedig kiteregetek. Porszívózást Lili nagyon élvezi, úgyhogy ezt lehet mellette is csinálni. Szóval én azt gondolom, hogy azért ezeket így össze tudom hozni, vannak rosszabb napok, amikor nem nagyon tudok Lili mellett semmit csinálni, mert éppen olyanja van, de van, hogy tök jól meg tudok mindent csinálni, úgyhogy hát nagyjából így. Diáuska 17 kérdezi, hogy mi a legjobb, illetve a legrosszabb az anyaságban? Hát a legjobb az szerintem az a fajta szeretet, amit a lányomtól kapok, meg látni azt, ahogy ő cseperedik, meg fejlődik, meg egyre több dolgot tud, ezt hihetetlen érzés megélni. A legrosszabb pedig igazából a kétségek, az, hogy jól csinálom-e, hogy mi lesz később, hogyan tudom majd kezelni a, nem tudom én, a hisztieit, a kamaszkori dolgait. Ugyanő kérdezi még, hogy a született feleségeket nézted, de igen, néztem és imádom. Egyébként még most is adják, azt hiszem a Story TV-n, vagy nem tudom melyiken. Úgyhogy ha néha így belefutok, akkor ott szoktam ragadni és belenézek egy kicsit, mert nagyon szeretem. Szoktál más videója alá kommentelni? Igen, szoktam, ez nálam így rám jön néha, hogy elkezdek kommentelgetni, és akkor egy pár videóhoz így odaírok, aztán hetekig semmi, aztán utána megint van kedvem kommentelgetni, szóval igen, szoktam más videósokhoz kommentelni. Gabriella Duhi kérdezi, hogy a lányod ki tud-e mondani valamilyen szót. Igen, most már egyre több mindent mond, ugye mondja, hogy anya, apa, mama, meg így a családtagoknak a nevét, meg igazából mindent így próbál mondani, aztán valamit sikerül neki, valamit nem, de most már így nagyon beindult neki ez a beszédfejlődés. Szakemon kérdezi, hogy amikor lemondtál a tejről, melyik tejtermék hiányzott a legjobban, és melyik növényi tej a kedvenced? Hát én nem nagyon tudok kedvencet mondani a növényi tejek közül, valahogy nem sikerült igazán megszeretnem őket. Egyébként most is használok például a mandula tejet zapkása készítéséhez, és azzal nekem tökéletesen jó, nagyon szeretem, de például kávéval, tehát teljes kávéval nem tudom elviselni szinte egyik növényi tejnek az ízét sem, egyszerűen nem, tényleg nem, szóval igazából egyik növényi tejet sem kedveltem meg különösebben. És hát, hogy melyik tejtermék hiányzott a legjobban? Szerintem mindegyik, mert hogy én imádom a tejtermékeket, és hát ez nem is tartott egyébként sokáig, hogy nem fogyasztottam tejtermékeket, mert tudom, hogy sokan mondják, hogy nem egészségesek, meg jobb lemondani róluk, de, és próbálom azért úgy viszonylag minimalizálni őket, de azt kell, hogy mondjam, hogy imádom a tejtermékeket. Gréta Egré kérdezi, hogy volt már úgy, hogy felismertek a nézőid az utcán, és ha igen, nem jöttél zavarba? Igen, egyre többször fordul elő ez mostanság is. Hát de mindig zavarba jövök, de nagyon-nagyon örülök neki, mert ez nekem tök jó élmény, hogy láthatom azt, hogy kik nézik a videóimat, és tök jó így random emberekkel összefutni. De ezek számomra mindig annyira kellemes pillanatok, és annyira örülök, hogyha valaki oda jön hozzám, mert ez tényleg nagyon sokat jelent nekem, és nagyon örülök neki, hogyha valaki oda jön hozzám tényleg. Kaposi Tünde kérdezi, hogy te mivel erősítenéd meg az önbizalmat, ha gyenge volna, hogyan hinnél magadban? Hát nálam ez abszolút adekvát kérdés, mert hogy eléggé önbizalomhiányos vagyok, de azért már fejlődtem ezen a téren, és ez a blognak is köszönhető egyébként. Én azt hiszem, hogy ez nagyon sokat segít, hogyha olyan dolgokkal kezdesz el foglalkozni, amikben jó vagy, illetve magaddal kapcsolatban is azokra a dolgokra próbálsz odafigyelni, amiket szeretsz magadon, amik jók. Idő után ezek úgy szerintem megerősítik az embert, vagy legalábbis én így gondolom. Literfor Forever kérdezi, melyik a kedvenc színed, és szereted-e a Scooby-Doo-t, esetleg Lili szereti-e? Nincsen kedvenc színem, mert gyakorlatilag mindegyiket szeretem. A Scooby-Doo-t viszont nem szeretem különösebben, meg nem is néztem annó, szóval nem tudom, nekem ez a mese valahogy olyan kicsit fura volt, és hát Lili nem is nagyon néz még tévét, úgyhogy a Scooby-Doo-val még nem is találkozott. Posgai Batti kérdezi, hogy ha választhatnál, hogy hol és melyik korszakban élnél, mi lenne az? Lehet, hogy a reneszánszban. Hát annyira gyönyörűek voltak azok a ruhák, meg az akkori életfelfogás, meg az építészet. Linda Debreceni kérdezi, hogy nekem az a kérdésem, hogy téged mikor kezdtek el felkeresni a cégek, hogy szponzoráld a termékeiket. Hát, hogyha itt arra gondolsz, hogy mikor kezdtek el tesztelésre küldeni termékeket, akkor szerintem ez legalább egy ilyen másfél-két év volt, amikor úgy kezdett beindulni ez a dolog. Én ugye most már 4,5 éve blogolok, és igen, az elején tényleg nem volt semmi ilyesmi, és igazából nem is álmodtam róla, mert nem is tudtam arról, hogy ilyen van, hogy cégek küldenek bloggereknek termékeket tesztelésre, de aztán ez valahogy így egyre gyakrabban fordult elő. Szerintem ez manapság egyébként már gyorsabban megy, mert hogyha valaki tényleg egy igényes blogot ír, és egyre nagyobb a követőtábora, akkor arra előbb-utóbb felfigyelnek a cégek is. Régebben ugye ez még talán kevésbé volt úgymond bevett szokás a cégek részéről, de ma már egyre több cég figyel a blogokra. Libretz Hedi kérdezi, hogy meddig szeretnél videózni, mi a kedvenc telefonos appod? Nem tudom, hogy meddig fogok videózni, én szeretném ezt minél tovább csinálni, meg amíg van igény rá, amíg néztek engem és szeretitek, amit csinálok, addig szeretném ezt csinálni, hát nem tudom, remélem, hogy egy pár évig még fogom tudni ezt csinálni. Mi a kedvenc telefonos appom? Úristen, fogalmam sincs. Szerintem az Instagram, még mindig az Instagramot szeretem a legjobban. Alexandra Pont Balog kérdezi, ő is kérdezte ezt, hogy melyik a kedvenc telefonos appom, illetve hogy milyen telefonod van, ez egy iPhone SE. Enzit 15 kérdezi, hogy sminkkollekciós videót tervezel-e? Igen, tervezek, mert elég régen csináltam már ilyet, és szerintem aktuális lenne egy újabb. Csinálnál-e majd reggeli és esti arcápolási rutinus videót? Hát pont most csináltam múlt héten egy ilyen nyári arcápolási rutinus videót, úgyhogy ide teszem föntre, meg a videó alatt is belinkelem. Illetve egy frissített mi van a telefonon, illetve táskámban videót tervezel-e? Hát nem tudom, ez a mi van a telefonomban videó, ez nem tudom, ez valahogy engem annyira úgy nem kapott el, úgyhogy ezt még egyelőre nem tervezem, de mi van a táskámban, az lesz valószínűleg. Titanilla 137 kérdezi, hogy hogyan fogytál le ilyen látványosan. Hát ezt végigkövethettétek a blogomon, mert hogy ott rendszeresen írtam erről, hogy éppen hogy állok, meg mennyit fogytam, és nemrég volt egy ilyen összegző bejegyzés, hogy így fél év után milyen eredményeket értem el. Ugye nekem ez elég nehezen ment, mert hogy van két betegségem is, amik nehezítik a fogyást, illetve hát általában hízást szoktak okozni, hogyha nem kezelik megfelelően. Ez egyébként a pajzsmirigy alulműködés, illetve inzulin rezisztencia, de szerencsére úgy tűnik, hogy nekem ezeket sikerült jól kezelni, illetve a diéta és a mozgás rengeteget segített, de fél év alatt sikerült fogynom, és nem is igazán kilóban, hanem inkább centiben, meg ruhaméretben érződik a fogyás, mert kilóban talán ilyen 2-3 kilót fogytam, tehát egyáltalán nem sokat, de én azt gondolom, hogy nem is a kilók a lényeg, hanem a centi, meg az, hogy hogy érzed magad, meg látod magadon a változást. Úgyhogy belinkelem majd a videó alá azt a blogbejegyzést, amit néhány hete írtam arról, hogy hogyan is sikerült nekem a fogyás. Anita Öveges kérdezi, hogy hiszel abban, hogy a smink öregíti a bőrt, például aki nagyon fiatalon kezd sminkelni, annak előbb megjelennek a ráncai. Én azt gondolom, hogy nem a smink az elsődleges dolog, ami öregíti a bőrt, sokkal inkább a napsugárzás, illetve a nem megfelelő fényvédelem. Ezzel következtében ugye hamarabb kialakulhatnak a ráncok, meg a májfoltok. Szerintem ezek a mai sminkek már annyira korszerűek, és olyan összetevők vannak benne, amik nem feltétlenül károsítják a bőrt. Jó, nem gondolom azt, hogy egy 12 évesnek feltétlenül minden nap alapozóval kell kennie magát, de én nem gondolom azt, hogy az, aki napi szinten sminkel, az ezzel kárt tesz a bőrének, és mindenféleképpen hamarabb fog az megöregedni. De nyilván azért jó az, hogyha a bőr tud pihenni, és nem sminkelünk minden nap. Szűsbet Sára kérdezi, hogy mi az oka a csatorna névváltásának. Hát itt ugye a blogom neve az, ami megváltozott, ugye korábban The Very Style blog volt, és Forward blog lett belőle, és ennek köszönhetően ugye a YouTube csatorna nevét is átváltoztattam Forward blogra. A váltásról is írtam egyébként hosszabban a blogon, ezt is belinkelem majd a videó alá, de egészen egyszerűen az volt az oka, hogy valahogy már nem éreztem magam kényelmesen a blogomon azzal a névvel, kicsit úgy éreztem, hogy nem feltétlenül illik a bloghoz, meg a tematikájához, és szerettem volna egy olyan nevet, ami egy kicsit úgymond általánosabb, és több minden befér úgymond alá, és így most már sokkal jobb és sokkal inkább magaménak érzem ezt az új nevet, és hát a visszajelzéseitek alapján úgy tűnik, hogy nektek is tetszik. Anna Csík kérdezi, hogy én arra vagyok kíváncsi, hogy milyen szerkesztő programot használsz a videókhoz, és körülbelül mennyi időt vesz igénybe egy-egy videó szerkesztése. Ájnyújival szerkesztem a videóimat, és az, hogy mennyi időbe telik, az attól is függ, hogy milyen videó, mi a témája, mert például ilyen KÉRDEZZ-FELELEK videót viszonylag gyorsan és egyszerűen meg lehet vágni, mert igazából csak a bakikat kell maximum kivágni, illetve a kérdések közti szüneteket, hogyha van ilyen. De például egy kedvences videónál, ahol ugye mutogatok termékeket, meg mondjuk swatchokat, ott azokat külön fel kell vennem, ilyen közeli képeket, szóval az sokkal több idő megszerkeszteni. Úgyhogy nagyjából én azt mondanám, hogy 1 és 3 óra közötti idő az, ami alatt megvágok egy videót. Tíma Széchenyi kérdezi, hogy tervezel-e még tetoválást, és hogyha igen, akkor miért? Igen, tervezek még, de nem tudom, hogy miért, úgyhogy ez még a jövő zenéje. Viktória Molnár Novákné kérdezi, hogy mennyire tervezed a visszatérést a munkavilágába? Tervezem, de még van egy kis időm kitalálni, hogy mi legyen és hogy legyen. Dorga Tatai kérdezi, hogy mi volt életed legjobb nyaralása és a legjobb élményed, ami hozzá fűződik. 2 ilyen van, az egyik az a nászutunk, ami Tunéziában volt és tényleg csodálatos volt. A másik az pedig a tavaly előtti nyaralásunk, amikor is Balatonfüreden voltunk, és akkor Lili már a pocakomban volt, szóval az volt az első ilyen közös nyaralásunk tulajdonképpen 3-asban, és az is egy nagyon emlékezetes és szép nyaralás volt. Piros Kalgócs kérdezi, hogy hogyan éled meg, hogy celeb lettél, milyen előnyei, hátrányai vannak. Hát én nem gondolom azt, hogy celeb lennék. Eleve a celeb az szerintem egy kicsit ilyen pejoratív kifejezés, de én egyáltalán nem gondolom azt, hogy én egy ilyen ismert, vagy híres, vagy nem is tudom, valaki lennék. Nyilván igen, oda jönnek hozzám emberek, meg felismernek, és ez nekem kicsit furcsa volt eleinte, ugyanakkor nagyon-nagyon örülök neki, de ezt már az előbb is elmondtam, és tényleg nagyon jó érzés, mikor valaki oda jön, és egy kicsit beszélgethetünk, és láthatom, hogy kik azok, akik nézik a videóimat, úgyhogy én ezt nagyon szeretem, ezt a részét. Milyen előnyei és hátrányai vannak? Hát nem tudom igazából, mert mondom, tehát nincsenek ilyen celeb dolgaim, vagy fogalmam sincs. Ezzel el is folytak a kérdések, nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki írt nekem, és ne haragudjatok, hogy nem tudtam mindenkinek a kérdését megválaszolni, de lesz még ilyen videó. Hogyha tetszett ez a videó, akkor mindenféleképpen nyomjatok egy lájkot, illetve kommenteljetek, valamint iratkozzatok fel a csatornámra, mert közeleg a 20 000 feliratkozó, és már nagyon-nagyon várom. Köszönöm, hogy ezúttal is velem tartottatok, legyen szép napotok, sziasztok!